Vegyesek a tapasztalatok a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban. A turizmusban dolgozóknak továbbra sincs egyszerű dolguk. A vendégforgalom szempontjából van, akit kevésbé, van, akit nagyon hátrányosan érint a kötelező védettségi igazolvány. A terasszal rendelkező éttermek esetében például nem tapasztalható nagy visszaesés, a szállodák tekintetében azonban más a helyzet. Körülbelül egy hónapja léptek életbe a védettségi igazolványhoz kötött enyhítő intézkedések. Ennek értelmében azok, akik kérték a koronavírus elleni oltást és rendelkeznek a védettséget igazoló okmánnyal, a többi közt igénybe vehetik az éttermek belső tereit és szállodába is mehetnek. A turisztikai szakma tapasztalatai vegyesek. A terasszal rendelkező éttermek többségébe visszatértek a vendégek. Ez főleg annak köszönhető, hogy kint a kártyával nem rendelkezők is fogyaszthatnak. A vendégeink 90%-át úgy veszük észre, hogy a teraszon ülnek le inkább. Esetleg esős napokon akkor többen beülnek a vendégtérbe. Egyébként nem kell mondani nekik, mindenki magától mutatja automatikusan az igazolványt, aki szeretne bent fogyasztani. A szállodák esetében azonban más a helyzet. Most jelenleg egy júliusi időszakot, ha nézzünk, akkor egy ilyen 10%-on áll most a foglaltságunk. Bízunk benne, hogy azért ez még azért emelkedni fog. 2019 hasonló időszakához képest ez jelentős visszaesés, hiszen akkor 65-70%-os volt a hotel kihasználtsága. A szálloda ügyvezetője szerint azt egyenlőre még nem lehet tudni, hogy a jelenlegi foglalási számok a védettségi kártyák hiánya vagy a vendégek kivárása miatt alakulnak így. Még a nyári foglalásainkra igazából még garantált foglalások nem nagyon érkeztek, inkább ajánlatkérések vannak, érdeklődők vannak, illetve vannak, igen, minden vendégnél elhangzik, hogy a kártyát azt meddig kell majd nekik bemutatni. A Borsodabaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara idegenforgalmi és vendéglátóipari osztályának elnöke szerint a pünkösdi hétvége volt az első olyan alkalom, amikor igazán mérhető volt a vendégforgalom. És bár a számok összességében szépen alakultak, vannak, akik a fokozatos nyitást is nehezen élik meg. Minden szállodának van egy megadott korosztály célcsoportja, és ugye az a szálloda, aki pontosan arra a korcsoportra építi az egész értékesítését, akik per pillanat még nincsenek átoltva, hát értelemszerűen ott nagyon jelentős árbevétel kieséssel lehet számolni. A védettségi igazolvány a szállodák és az éttermek mellett a turizmus minden területét érinti. A többi közt a szabadidős létesítmények, az állatkertek, a múzeumok, a színházak, a mozik, a könyvtárak, az edzőtermek, az uszodák és strandok vendégforgalmát is nagyban befolyásolja. A selyemréti strandfürdőben például a május 22-i hétvégén csak 55 darab 30 órás bérletet tudtak értékesíteni. A május 11-i nyitást követően pedig két hét alatt alig több mint 2300 vendége volt a fürdőnek az úszóbérletesekkel együtt. A Miskolc-Tapolcai strandfürdőben pedig a 22-i nyitásnál mindössze 155 látogatója volt a wellness részlegnek.